Kocsis Máté a kvóta javaslatról. Ha a brüsszeli döntés érvényesül, azaz önkormányzatokat termeli. Gyulán is betakarították az ipari kendert, eddig 25 város csatlakozott a kísérlethez. Kresszfest, az óvodások tanultak a közlekedésről, balesetvédelemről. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Ha az Európai Unió dönt a kvótajavaslatról, és a brüsszeli bürokraták nem gondolják meg magukat, a magyarországi önkormányzatokra hárul a migránsok befogadásának feladata, mondta Kocsis Máté Mezőkovácsházán. Józsefváros polgármestere a kényszerbetelepítés elleni népszavazásról tartott sajtótájékoztatót, majd azt követően lakossági fórumot Simonka György délbékés országgyűlési képviselőivel kedden este. A politikusok szerint nem egy nagy népszavazás lesz a kényszerbetelepítésről, ami majd valamikor megtörténik, hanem 3200 helyi népszavazás lesz arról, hogy az önkormányzatok és a településen élők hogyan képzelik el a jövőjüket. Amennyiben a kvóta javaslatból döntés lesz, és amennyiben abból, vagy azzal kapcsolatban a brüsszeli bürokraták nem gondolják meg magukat, teljesen világosan látszik, hogy az önkormányzatokra terhelődik majd mindez a feladat. Nem történhet másképp ugyanis, az önkormányzatoknál áll rendelkezésre a szociális háló, az egészségügyi ellátás, az oktatási képzési rendszer, illetve az ingatlanállomány is. Simonka György szerint az, hogy hogyan szavaznak az emberek október 2-án, akár Magyarország következő 100 évét is meghatározhatja. Sokszor elmondtam, hogy a következő 1-2 év köszönhetően az uniós forrásoknak 20-30 évre meg fogja határozni egy-egy város vagy egy-egy térségnek a jövőjét, hogy a fiatalok számára lesz-e jövőkép, hogy itt tudjuk-e tartani a fiatalokat vagy sem. Most azt tudom mondani, hogy a következő népszavazás, amelyet október 2-án tartunk, legkevesebb 50-100 évre tudja meghatározni Magyarország pozícióját. A sajtótájékoztatót lakossági fórum követte a Kalocsa Róza Művelődési Központban. A politikusok azt is kiemelték, a közvéleménykutatások eredményei alapján 60%-os részvételre számítanak Délbékésben a népszavazáson. Simonka György fideszes országgyűlési képviselő mondjon le, és tegyen beismerő vallomást, fogalmazott Bot Tamás. Az Index.hu értesülései szerint a politikusnál házkutatást tartott a központi nyomozó főügyészség, Simonka szerint azonban, ahogyan fogalmazott, ez butaság. Az Index.hu cikkére alapozva szólítja fel az együtt Simonka Györgyöt, mondjon le a mentelmi jogáról a politikus. A sajtó egy helyi forrásból értesült, hogy állítólag házkutatást tartott a központi nyomozó főügyészség az országgyűlési képviselő Újkigyósi házánál, valamint felesége szüleinél még júniusban. Bot Tamás sajtótájékoztatón fogalmazta meg pártja álláspontját. Az együtt politikai választókerületi elnöke szerint az ügyészségnek a lehető legkörültekintőbben és legaprólékosabban kell eljárni az összes politikai szál, politikai érintett, valamint az esetleges kormányzati szálak felderítésével. Ehhez két alapvető dolog szükséges, és két alapvető dolog fontos, hogy megtörténjen. Egyrészt, hogy a mentelmi jogtól meg kell, hogy valamilyen módon szabaduljon Simonka György, akár úgy, hogy maga mond le a mentelmi jogáról, akár úgy, hogy itt most a sajtótájékoztatón mi felszólítottuk Polt Pétert, hogy a nyilvánosan került dokumentumok alapján ő kezdeményezze az országgyűlés elnökénél Simonka György fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Nincsen információm arról, hogy ellenem vagy a feleségem ellen folyna valamilyen eljárás. A mezőkovácsházi kényszerbetelepítés elleni népszavazásról szóló lakossági fórumon reagált a felhozott vádakra a fideszes országgyűlési képviselő. Véleménye szerint lejárató kampányról van szó. De egyértelműen látszik, hogy ez egy politikai lejáratási hadjáratnak volt a célja, az volt megcélozva. Nem kívánok ebbe részt venni, nem kívánok ehhez asszisztálni, de azért el szeretném mondani, hogy nincs tudomásom semmi olyan eljárásról, amely velem vagy a családtagjaimmal szemben folyna. A fórumon tartott sajtótájékoztatón a politikus hozzátette, egyetlen egy hivatal sem tájékoztatta a nyomozásról. Simonka György szerint a politika egy olyan terület, ahol hetente többször jelentik föl az embert, és ez egy olyan ország, ahol az emberek följelentik egymást, és vizsgálatok folynak.
A nyári szünet utáni első soros ülését tartja a Békés Csabai közgyűlés. A nyilvános ülésen 14 témakörben előre láthatólag 27 előterjesztésről tárgyalnak. Emellett zárt ülésen dől el, kikapja idén a kiváló szociális munkáért kitüntetést. A nyilvános napirendi pontok között szerepel az idei költségvetés első féléves alakulása, a Stop-Shop Telek sorsa, de szó lesz a Dél-Alföldi Közlekedési Központ 2015. évi veszteség megtérítésének idényéről is. Ezen felül megvitatják a képviselők a szennyvíztisztító telep működéséről és a szennyvízberuházás megvalósításáról szóló előterjesztést is. A közgyűlés csütörtökön 10 órától kezdődik, amelyet a 7.tv-n élőben közvetítünk, de folyamatosan frissülő cikkünkben online a behir.hu-n is tájékozódhatnak a legfrissebb fejleményekről. Mintegy 350 milliós fejlesztésből alakítják át a Jaminai Egészségházat, ahol 6 házi orvos, 1 gyermekházi orvos, 3 fogorvos és a védőnői szolgálat végzi a munkáját. A felújítást a tervek szerint 2018. októberében fejezik be. Dr. Ferenci Attila városfejlesztési tanácstok a sikeres pályázatról beszámoló sajtótájékoztatón elmondta, a pályázati időszak februártól augusztusig tartott, azonban a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szakemberei már áprilisban beadták az anyagot, hogy az esetleges hiánypótlásra is legyen idő. Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes egészségügyi tanácsnok kiemelte, a Jaminai városrészben élők régi álma valósul meg ezzel a fejlesztéssel. A nagyon korszerű rendelők lesznek, tehát az orvosok előtte meg minden ott dolgozó meg lett kérdezve, a véleményük ki lett kérve, hogy pontosan hogy szeretnék, az ő akaratuk szerint lesznek a rendelők kialakítva. Eszközbeszerzésre is van lehetőség, ez nagyon fontos, mert méhnyakrák szűrő készülékeket kapnak például a védőnök. Az egészségház végleges tervei jövő év tavaszára készülnek el, megújul a külső és a belső szigetelés, burkolatcserét végeznek, valamint egy multifunkcionális termet is kialakítanak majd. A munkálatok alatt a sugárvédelmi előírásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. Az előírásnak megfelelő védelemmel készül el, egy röntgen készülék van többek között, ami ugye a fogászati rendelés számára nagyon fontos, hogy az is megfelelően működjön, ugye külön helyiségben annak megfelelő rendszerrel épül ki, amit a tervezés során a vonatkozó előírások megfelelően készítenek el, illetve kerül majd kivitelezésre. Dr. Berecki Zsolt már 1993 óta dolgozik Jaminában, azonban a munkálatok alatt is fogadniuk kell a betegeket, így az átmeneti megoldás egy kis aggodalommal tölti el. Van a monitor, vannak papírírók, és ezek nagyon jók, hogy szolgálják a korszerű diagnosztikát, meg hát van laborunk is, akkor nem kell bemenni 6 kilométert a központi laborba, tehát a kórházba, hanem itt a vérvételt elintézik és a labor. Hát tetszik mindenkinek, csak mondom, ezek az aggályok, amit megfogalmaztam, hogy mit hova teszünk, meg hol fogunk lenni, ameddig itten szépítik az intézetet. A felújítást a tervek szerint 2018. októberében fejezik majd be. Gyulán is betakarították az ipari kendert. A kendertermesztés tavaly indult el Békés megyében. Eddig 25 város csatlakozott az egykor Magyarországon is fontos szerepet játszó növény újraélesztését célzó kísérleti programhoz. Megkezdődött a gyulai közfoglalkoztatási program keretében termelt ipari felhasználásra szánt kender betakarítása. Az egyre népszerű növény igénytelen a talaj minőségére, így 4 hónapon belül le lehet aratni a termést. Gyulán jelenleg 2,7 hektáron folyik a munka. Ennek a területnek a betakarítása zajlik jelen pillanatban. Úgy látjuk és láthatjuk valamennyien, hogy ez az első évünk ez meglehetősen sikeres volt, hiszen azért a kollégák óvatos becslése szerint egy olyan durván 2 tonna vetőmagra számíthatunk, hiszen ebben az évben az volt a fő célunk, hogy a vetőmagot tudjuk tovább termeszteni, illetve hát szaporítani. A bambusz után a leggyorsabban növő ipari növény nem igényel vegyszeres kezelést, így igen gazdaságosan termeszthető. Az egykor Magyarországon is fontos szerepet játszó növény újraélesztését célzó közfoglalkoztatási program tavaly indult el Békés megyében. Idén pedig már 25 önkormányzat kezdett bele a termesztésbe. Elértük a kitűzött célt, mert a tavalyi évhez képest egy nagyon jelentős termés átlag javulást tudunk felmutatni. Itt a szakemberek azt mondják, hogy hektáronként, ez úgy általánosságban mondható megyei szinten, a 600 kilót el fogjuk érni. Tehát magyarul mondva az, hogy előállítsunk
kendermagot abból a célból, hogy legyen vetőmag, ez sikeresnek mondható. A program jövőre tovább folytatódik. A sokoldalú növény felhasználásáról már folynak a tárgyalások az autó, a textil és a gyógyszeripar képviselőivel. Július óta több utcán gőzerővel javítják az utat Békés Csabán. Jelenleg a város több pontján párhuzamosan zajlanak a munkák, de vannak már olyan területek is, ahol végeztek és levonultak a kivitelezők. A beruházás összesen 30 km hosszúságban javítja majd a közlekedés minőségét. Békés Csabán a Csányi utcán kedden délelőtt marták fel az útburkolatot, mindeközben a körte soron már az aszfaltozáshoz készülődnek. A kivitelezéshez a Modern Városok programon nyert a város közel 2 milliárd forintot, amelyből 67 utca újul meg. Az én körzetemben három komoly nagy út fog megújulni, és ennek vagyunk most az egyik utolsó felvonásában, amely a körte soron egy nagyon komoly megerősítést kapott, tehát egy komoly útépítés, egy komoly tervezés előzte meg, ugyanis az elmúlt években nagyon felgyorsult itt az élet. Az autósok kihasználják, hogy a körte soron könnyen eljutnak a lencsisi lakótelepre, illetve a várost elkerülő szakaszra. Ezért is nagy a forgalom, kopik gyorsabban az út és kellett a felújítás. Jelen pillanatban kezdődik majd a kopóréteknek az aszfaltozási munkái, ez egy 5 centis aszfaltréteg kap még a mostani burkolat, ez körülbelül mai holnapi nap folyamán elkészül magán a folyópályán, és utána a útcsatlakozások kapubejáró kialakításával folytatódik. Amellett, hogy az út egyenletesebb lesz, nem szabad rajta gyorsan menni. Az eddigi 50 km/h sebesség marad érvényben. Ez csak burkolatfelújítást jelent, ez ugyanolyan városi belterületi út lesz, és ez az 50 km/h sebesség, ez érvényes lesz. A városban máshol is dolgoznak, egyebek mellett Fényesen és Jaminában is. Októberben még a Gálik és a Pataki László utca is sorra kerül. Bringás reggeli, gokártos ügyességi pálya, bringa emelés, csütörtökön jön az Európai Autómentes Nap. Az Európai Mobilitási Hét záró programján több helyszínen várják a családi programokkal a tudatos közlekedőket Békés Csabán. Ehhez hasonló Kressz Parkban teltik próbára magukat az érdeklődők holnap. A biciklivel iskolába vagy munkába igyekvők reggelit kapnak és díjmentes kerékpárbérlést is biztosítanak a szervezők az autómentes napon. A délutáni órákban pedig a Critical Mass vár a vállalkozó szellemű résztvevőkre, az egyórás biciklis felvonulás alatt 5 kilométert tesznek meg a kijelölt útvonalon. A bringások a Szent István térről indulnak, majd ide is térnek vissza, amikor is a bringa emelés következik. A szervező szerint a rendezvény lényege, hogy a lakosok elgondolkozzanak azon, hogyan tudják, ha csak egy kis szakaszra is letenni az autót és helyette gyalog vagy biciklivel közlekedni. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva országszerte több helyen rendeznek programokat ezekben a napokban. A Gyulai Implom József Általános Iskola a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és az Egészségügyi Alapellátási Intézettel közösen igyekszik az iskolások közlekedési, balesetvédelmi és egészségügyi ismereteit bővíteni. Hétfőn kerékpáros ügyességi vetélkedővel és Kressz Totóval várták a résztvevőket. Az eső miatt a tornateremben felállított akadálypályán kellett a résztvevőknek kerékpárral végigtekerniük. Melyik a legnehezebb része? Nekem ott, amikor át kell menni a két léc között, az nehéz nekem az. Az ügyességi vetélkedő mellett azonban elméleti ismeretekről is számot kellett adnia a versenyzőknek. Mindezeken túl pedig közlekedési témájú játékokkal, valamint a rendőrség által használt különféle eszközök bemutatójával várták a közel 100 általános iskoláskorú résztvevőt. A szúró vágó hatásoknak ellenáll, illetve sokkal könnyebb, illetve átlátszó, hogy látom, hogy az ellenfél mit csinál túloldalt. Az intézmény igazgatója elmondta, ökoiskolaként fontosnak tartják az egészséges életmódra nevelést, ezért a várossal közösen már nyár közepe óta szervezték a programokat. A gyerekek nagyon lelkesek, de pedagógusként is azt vallom, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy a családban a szüleiktől mit hallanak ezzel a témával kapcsolatban, illetve az iskolák, az oktatási intézmények mennyire színterei az ilyen kezdeményezéseknek. A többnapos programsorozat csütörtökön az autómentes nappal zárult. Kresszfesztet tartottak Békés Csabán a Békés megyei rendőrfőkapitányságon. A rendezvényen az óvodások megtanulták, hogyan kell átmenni a zebrán, ha nem működnek a lámpák, a zebrazsaruk pedig próbára tehették az ügyességüket. Egy közös fotó és indulhat is a menet. Én is fogok nektek szólni, beszélgetünk majd egymással úgy a kereszteződésben. Én ott nem tudok állni, kikapcsolják a lámpát, és utána pedig szabályozunk.
hamarosan át fogunk terülni a kereszteződésben, rendben van? Az eligazítás után a Békés Csabai óvodások, a rendőrök és a zebrazsaru tanulók segítségével szabályosan átkeltek a kereszteződésben. Így a legkisebbek is tanulják a karjelzéseket, amelyekkel egy-két sofőrnek azért akadt némi gondja. Kis Rozália, az orosházi rendőrkapitányság munkatársa azonban, aki számos országos forgalomirányítási versenyt nyert már, maga biztosan segített az autósoknak és a járókelőknek. Biztonságosan hogy kell átmenni a zebrán? És most már tudni fogod, hogy kell átmenni a zebrán? Igen, még hogyha a lámpa nem működik, akkor is. Az óvodásoknak sokat segítettek a zebrazsaruk is, akik Békés Csaba 11 iskolájának diákjai közül kerültek ki. A program több mint 10 éve tart, és azóta biztonságosabban is közlekednek a fiatalok. Az iskolarendőrök, a kollégáim, valamint a zebrazsaruk az adott iskoláknak a erre kiválasztott tanulói közösen biztosítják azt, hogy a gyalogosok, ezen belül a gyermekek is biztonságosan tudják megközelíteni az oktatási intézményt. A zebrazsaruk ezúttal nem csak az utcákon, éles helyzetben, hanem játékosan is bizonyíthattak. Bolond biciklivel, kiskerékpárral, gördeszkával kellett a pályát teljesíteniük, majd a leleményességüket is kipróbálhatták. Közlekedésről tanultunk, a segítségről, hogy átmenni, mikor, hogy. Tanultunk a kreszabályokról, meg amit kell, átvettünk mindent belőle. A zebrazsaru program ebben az esztendőben is folytatódik. Legközelebb májusban segítenek egyenruhába öltözött diákok a társaiknak abban, hogy biztonságban eljussanak az iskolába. A híradó véget ért. Ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!